A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Makovec tér ad otthont a karácsonyi forgatagnak. Ábrahám Magdolna, a Városmarketing csoportvezetője megosztotta a televíziónkkal, hogy közel 30 árus várja majd a kilátogatókat. Ezek között kézművesek, ételitalárusok is szerepelnek. Az adventi gyertyagyújtások időpontja minden vasárnap 17 órától kezdődően vannak, viszont az első advent vasárnap rendhagyó, mert hogy 4 órakor az Angyal Sóhaj Alapítvány csatlakozik az adventi ünnepségünkhöz, a gyertyagyújtás ceremóniához, melyen jótékonysággal süti vására készülnek és az Erzsébet házra gyűjtenek. Az irodánkban lehet jelentkezni a süti vására, tehát aki szeretne erre jelentkezni, az jöjjön bátran az infopontba. Sok programmal készülnek a szervezők, ezáltal a családok legkisebb tagjaira is gondolva lesz mesekert és szalmabál a labirintus is. Ameddig a gyerekek játszanak, addig a felnőttek megkóstolhatják a forralt borokat és a kürtös kalácsokat is. Makói civilek, helyi együttesek és civil szervezetek fognak föllépni. Említeném az iskolákat, a Makói Általános Iskola, a Kávén téri Református Általános Iskola énekkarai, föllép a Forgatós és a Marostánc Együttes is, föllép az Iris Tánc Klub, föllép a Deák Big Band, jön egy szegedi együttes, a Sun City Együttes, nagyon népszerű, nagyon jó zenékkel készülnek, illetve minden nap az adventi gyertyagyújtás napján két szónok mondja el a karácsonyra a gondolatait, az utolsó advent vasárnapon pedig egy, most képviselő úr, országgyűlési képviselő úr fogja megosztani a makóiakkal a karácsonyi gondolatait. A programokról szóló plakátok már városszerte megtalálhatóak, továbbá az info.közösségi oldaláról is napra készen informálódhatnak az érdeklődők.